Sziasztok, én Gergő vagyok, és ebben a videóban megnézzük, hogy mi lesz a mai 7 órás content FIFA 21 Ultimate Teamben. Nézzük is, töltődik is a játék gyorsan. Kontrollerrel vannak kisebb-nagyobb gondok, de ezen gyorsan túllépünk. 7 óra van már amúgy is, hogy már mindennek ott kell lennie, mire belépünk az Ultimate Teambe. Nem tudom, mit lehet várni, valószínűleg a Silver Star player fogunk kapni, mert azt minden szerdán kapunk. De azon kívül érdekes lesz, hogy milyen SBC vagy ilyesmi lehet. Hoppá! Futis Femvót! Nézzük! Egy pozíció váltott, Carvajal vagy Manolas közül kell majd választanunk, és pénteken kap majd SBC-t, akit választunk, a másik pedig majd még lehetősége lesz SBC-t kapni a futtíz végén, de hát kiderült, hogy van még futtíz akkor ezek szerint. Nem volt biztos, hogy idén meg lesz-e még. De hát akkor nézzük, hogy ez valami milyen player pick lesz itt. Nézzük meg. Csak lónt kapunk? Vajon? Vagy kapunk egy teljes játékost? Kapunk egy teljes játékost? Hát akkor itt valószínűleg Carvajal fog nyerni, hiszen 86-os Carvajal az valószínűleg SBC-be fog kelni mindenkinek, úgyhogy én is Carvajalt fogom választani. Hiába reálos, és nem a kedvenc játékosom, de 86-os, úgyhogy SBC-be jó lesz. Na, de akkor nézzük is tovább, hogyha úgy akarja a kontroller is. Nézzük, objektívben mit kaptunk. Silver Star Doku. Hoppá! Doku ugye az EB-n sok ember érdeklődését felkeltett az olaszok elleni játéka. Egyik legjobb belga volt a pályán, hogy őt meg lehet majd szerezni. Mindjárt nézzük, hogy milyen statjai vannak Dokunak. Nézzük, hogy eventeknél semmi, akkor az ennyi. Akkor nézzük az SBC-t. Nézzük először a store-t. Nézzük a store-t először. Promo pack, 100k-s promo pack van. Na nézzük, mit kapunk a 100k-s packből. Lesz-e benne esetleg egy Summer Star? Nézzük. Nem, de board az meg lesz. Magyar, hát akkor ez gulácsi lesz. Hát ez 100 ezért nem nagyon fogjuk megvenni akkor. Hogyha egy gulácsi a legjobb a packben. Nagyon-nagyon rossz pack volt. Na de mindegy, és akkor nézzük is, és menjünk tovább az SBC-kre. Nézzük, mit kaptunk mára. Hoppá, Bonucci. Leonardo Bonucci Summer Star kártya. 6-3 medium high, tehát az eléggé jó. Ez teljesen jó, 4 csillagos gyengébbik láb. Pace egészen jó, dribblinge nagyon-nagyon jó védőhöz képest, passzolás és nagyon jó védőhöz képest. Lövés anya nem számít, de egyébként az sem olyan vészes. Defending physical nagyon-nagyon jó, nézzük, hogy mi kell hozzá. 82-84. Hú, hát ez nagyon-nagyon jó árban van, és 96-os Bonucci, tehát akkor ezt mindenképpen meg fogom csinálni én is. Bonucci, nézzük, hogy milyen content van még mára. Ezek ugye már voltak, Dolberg, Paketa már voltak, Player Pick volt. 87 plusz 3-szor, ugye ilyet már láttunk többször is ilyen SBC-t. Nézzük, hogy ez mit fog követelni tőlünk. 85-ös ratingű csapat, az mondjuk nem kevés, de lehet benne jót kapni, szóval azt mondom, hogy ez is talán megéri, bár a 85 az tényleg eléggé sok. És akkor van még, nézzük, hogy van esetleg még ligáknál új, tettek-e új ligás BC-ket? Nem. Ikont sem. Tehát akkor maradt még a napi SBC, azt megnézzük, hogy a Real World Packet mit követel az IE. Na nézzük. 65-85, az nagyon-nagyon jó. Marokkóiakat meg kell nézni, hogy ha van, akkor azt el kell válszagadni, hiszen azok könnyen lehet, hogy drágák lesznek, és fel fog menni az áruk emiatt az SBC miatt. Nézzük, hogy nekem van-e, nincsen marokkó, nekem majd bennem kell, hogy ezt meg akarom csinálni. De akkor megnézzük mindenképpen még a 87 pluszost, megpróbáljuk megcsinálni. 85-ös ratingű csapat kell hozzá, úgyhogy oda kell rakni hozzá keményen. Be
Belemegyem ez a Larsen. Belemegy Larsen. 92-es, hogy felvigye a ratinget. Chemistry az nem tudom pontosan mennyi volt. Mindjárt ránézünk arra is. Carvalhot még nem rakom bele SBC-be, hátha kell még valamire. Vagy majd egy későbbben rakom majd bele valószínűleg. Nézzük, tegyünk bele gyorsan mindenfélét, akit találunk. Arthur is mehet, Navas is mehet, Sweet a kis padra. Nézzük, Rashford is megy a padra. Milinkovic, Savic, Kulácsi, Laporte. És még egy kisebb rating gyöltyha van. Annak 81-esekből van kettő, még akkor azt mondom, hogy Grimaldot, még Grimaldot is mérne. Na nézzük, ez így 84-es rating és 50 chemical. Akkor megy középre James és Alan. Muniain megy szélre, meg is van a chemi akkor. Higuainnal ide Navas, hogy teljesen jó. És elég a 84-es Grimaldo Matip helyett, az tökéletes. Ezt tehát beváltjuk egy 87 plusz triple upgrader, aztán megnézzük, hogy mit érünk el vele. Ebből viszont mindenképpen kell jönni egy Summer Star-nak, hogy jó legyen termelmen bele egy 92-es Larsen is. Úgyhogy kérjük szépen az ilyet, hogy a 100k spec után, hogy nagyon-nagyon gyatra volt, adjon valamit most ebben a 87 plusz triple upgrade-ből. Na nézzük. Ugye mindenképpen walkout lesz, de lesz egy special walkout. Ez egy kék walkout lesz, hát brazil kapus Alisson. Hát ha nincsen mögötte valami nagyobb rating, akkor ez nagyon gyatra. Nézzük. Alisson mögött valami. Kurta és Bernardo Silva. Hát nekem nem volt szerencsém ezzel, de igazából, hogyha valaki akarja, meg lehet próbálni, mert nyilván lehet, ebből lehet talán a legjobbakat nyitni, hiszen ebből nem jobb esélyed nagy ratingokat nyitni, úgyhogy 85-ért még annyira nem vészes, a Bonucci az mindenképpen teljesen, ezt ajánlom mindenkinek. De akkor ennyi is volt a mai videó, én Gergő voltam, ha tetszett, nyomjál el, és iratkozz fel. Találkozunk legközelebb, sziasztok!